megtisztelő lehetőséget. Nem teljesen arra fogok beszélni, amit várnak tőlem. Nem informatikus vagyok, hanem biológus, és nem tudok ebből kivetkőzni nagyon, még akkor se, hogyha időm nagy részében bioinformatikát csinálok, és számítógépekkel dolgozok. Amiről szeretnék beszélni, kicsit a bioinformatikáról azért beszélnék, meg a genomikáról, hogy ez hogyan is történt, hogyan alakult ki, és akkor én is szeretnék egy-két szót szólni ezekről a különböző módszerekről, a de novo, újraszekvál, metagenomikáról, bemutatni egy-két példát, csak felvillantani, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek ezek a kutatások. És lesznek átfedések. Én is azzal kezdtem, hogy bioinformatika, ugye amikor egyetemen tanultunk, akkor minden órán azt hallottuk, amikor elkezdtük, hogy már a görögök is csinálták ezt, meg azt, meg azt. Hát bioinformatikában ezt nem lehet elmondani. Mégis tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az egy mérföldkő volt, amikor a Watson és a Crick ugye meghatározta a DNS szerkezetét, és ezzel meg lehetett érteni, hogy tulajdonképpen mi is ez az egész. És ugye már Anikó említette, hogy tisztelektek is Watson emlékének azzal, hogy megszekvenálták a genomját, és ezt publikálták 2007 végén. Az a történet járja, hogy amikor megkérdezték, hogy akkor most ugye közzé tehetjük a genomszekvenciát, ugye, ami egy elég személyes dolog, mert gyakorlatilag meg lehet nézni, hogy ebbe az enzimbe önáll a guanin helyett, vagy mondjuk izoleucin helyett leucin van, vagy triptofán helyett arginin, tehát ilyen szinten meg lehet nézni, hogy mik vannak benne. Ő azt mondta, hogy őt az nem érdekli, az az egy kérése van, hogy azt a régiót, ami az Alzheimer kórért felelős géneket tartalmazza, azt ne hozzák nyilvánosságra, mert azt ő se akarja tudni, hogy ő most hajlamos erre a betegségre, vagy nem. Tehát ez a történet járja. A bioinformatika mégis akkor tudott igazából elkezdődni, amikor szekvencia volt, mert az, hogy a Watsonék meghatározták, hogy néz ki a DNS szerkezete, attól még nem volt szekvencia, amivel bioinformatikát lehetett volna csinálni. Ellenben közben már még a Watsonék előtt az Sanger vagy a Sanger kifejlesztett egy olyan módszert, amivel a fehérjék szekvenciát, aminosav sorrendjét lehetett meghatározni, és a 60-as, 70-es években ezeket csinálták már, nem azt mondom, hogy tömegesen, de elég sok, és az első igazán bioinformatikus ez a hölgy, a Margaret Dehoff, aki az első adatbázist csinálta. Bioinformatikusokra azt kell tudni, hogyha mondjuk 10-nél több adatot látnak, akkor abban adatbázist csinálnak. Ez egy ilyen készség. Én is több adatbázist csináltam már, fejlesztettem, dolgoztam vele, és állandóan ezekkel dolgozok. Hát az első ilyen adatbázist, ez a Margaret Dehoff csinálta, ez az Atlas, ami gyakorlatilag semmi más nem volt, mert publikáltak ilyen fehérje szekvenciákat, ő meg egy kiszedte a publikációkból, és egy külön könyvbe berakta. Tehát ez volt az első adatbázis, de látszik, hogy már számítógépen dolgozott. És a 80-as években azt elkezdtek, ugye ugyancsak a Sanger, aki a két Nobel-díjat kapott a kétféle szekvenálásért, a fehérje és a DNS szekvenálásért, kifejlesztette a DNS szekvenálási módszert, és akkor már jött a szekvencia, egyre több szekvencia, és kiderült, hogy ezzel nem lehet úgy kézzel, papíron dolgozni, hanem számítógéppel kell, programokat kell. Kialakultak újságok például, tehát ez egy 87-es újság, ezt a Kabiosznak hívtuk ezt az újságot, ahol ilyeneket lehet publikálni, és hát olyanokat lehetett publikálni, hogy nem tudom, ki tud programozni, de ez egy olyan basic nyelvű program, és az újságban magát a programot publikálták, a programkódot publikálták, ez annyira új volt még abban az időben. És akkor igazából, és ez már itt elhangzott, hogy a Human Genome Program ezzel párhuzamosan ment, hogy a 90-es évek volt az, amikor annyi új szekvenciát, ez a kapilláris szekvenálási technológia miatt, nagyon sok új szekvencia jött, és ez elindította a bioinformatika forradalmát, és ez vezetett végül is a genomikához. Most, hogy ez egy számítástechnikára is legyen szó, én 1990-ben kezdtem el Gödöllőn a mezőgazdasági biotechnológiai kutatóközpontban dolgozni, akkor épült fel ez az intézet, világbanki hitelből,
gyönyörű, szép új volt, és a Pongor Sándor volt az igazgató, aki már dolgozott így fehérjékkel, tehát tudta, mi az a bioinformatika, és ő ragaszkodott hozzá, hogy itt, ott csináljunk bioinformatikát. Ez nem volt akkoriban egyszerű, mivel úgy lehetett bioinformatikát csinálni, hogy az ember vásárolt egy ilyen Microvax számítógépet, ami akkor még kokomlistás volt. Tehát egy ilyen kokomlistás számítógépet kellett vásárolni, de akkor megvásároltuk. A paraméterét, amit fölírtam, hogy ebbe két ilyen merevlemez volt, ami 2x160 megabájt kapacitású merevlemez volt, és ugyanakkor a DNS mennyiség, ami az adatbázisokban volt, az 50 millió bázispár volt. Tehát 50 millió bázispár. És akkor itt azt mutatom, hogy ezt, amit én végig csináltam ott Gödöllőn, hogy folyamatosan vásároltuk az újabb számítógépeket, ahogy egyre újabb számítógépeket vásároltunk, úgy lett egyre több a merevlemez kapacitása, nyilván a számítás technikai kapacitása, és úgy nőtt az adatbázisokba a beküldött szekvencia mérete. Itt ez az ábra mutatja azt, hogy logaritmikus skálán, hogy hogyan nőtt a szekvenciáknak a száma és az összbázispár is. Itt az utóbbi időben látszik, hogy ez a 2011, ez 3 héttel ezelőtt történt, tehát most ez a legújabb, amiről már most látom, tehát hogy kevés, majd mindjárt megmondom azt is, hogy miért. És itt ezt az ábrát érdemes még megnézni, ez azt mutatja, hogy az adatbázis mérete mennyi időközönként duplázódik meg. És itt erre hívom fel figyelmét mindenkinek, hogy itt van egy ilyen hatalmas esés, tehát gyakorlatilag most megint egy olyan fajta technológia váltás történt, ami a kapacitásoknak a megsokszorozását jelenti. Szó volt itt ezekről a gépekről, az Illuminánál volt az a HiSeq 2000-es, ami a legjobb gép, ami hát szerintem több mint 200 millió forintba kerül egy olyan gép. Most Kínában tavaly a kínai genomközpontban 123 darab ilyen gépet vettek, és azt mondják, hogy naponta 50 humán genomot szekvenálnak meg. Ugye ezt be kell szorozni 365-tel, biztos vagyok benne, hogy karácsonykor is dolgoznak, de holdúj évkor is, vagy szóval mindig dolgoznak, nagyon sokan csinálják. Valami óriási bővülés történt a kapacitásokban. Itt sajnos ez elég sötét, de itt látható, mert nem tudom, valami a telefonommal fényképeztem le, ez az ősi Microvax komputer, ami az intézetünkben van, ami még úgy működött, hogy ugye hálózat még nem volt, hanem 32 soros vezeték ment ki belőle az intézet különböző részeibe, és úgy terminálról lehetett rácsatlakozni. Itt pedig a következő technológia, ugye ez a Vax, ez egy másfajta operációs rendszer volt, és utána jött a Unix 93-tól, és akkor a SAN gépek voltak a legjobbak, arra fejlesztettek sok mindent, és akkor ilyen SAN gépeink voltak. Az egy dolog, hogy a gépek fejlődtek, de nyilvánvaló az is, hogy valaki valahol megszekvenál valamit, akkor azt el kell juttatni az adatot hozzánk. És hát ebbe is élen járt az intézetünk Gödöllőn. Elsők között volt az országban e-mail címem, és elsők között volt hálózatunk is. Igazából először nem is hálózatunk volt, hanem a Pongor Sándor, ő közben kiment Trieste-be dolgozni, és akkor egyszerűen azt csináltuk, úgy töltöttük le az adatbázist, hogy rendes telefonvonalon keresztül egy 2400 baudos modemmel töltöttük át az adatokat, úgyhogy amíg átöltöttünk egy adatbázist, az került több ezer forintba nyilvánvaló akkor, mert a külföldi telefonvonal költségét meg kellett fizetni. Aztán 92-ben a Hungarnet elindult, a Magyar Akadémiai Szférának az internet kapcsolata, és akkor ugye így egyre növekedett a sávszélesség, amivel az internetet el lehet érni, és le lehet tölteni ezeket a szekvenciákat. Most itt látható, hogy 2002-ben
már kaptunk egy 1 gigabites vonalat, ami a Gödöllői Egyetemre ment, és onnan a Sztakiba be Pestre, és utána nincs több, tehát most jelenleg itt tartunk. Egyrészt egy kicsit le is lassult a fejlődést, a sokkal drágább az egész, és tulajdonképpen a napi munkához úgy tűnik, hogy ez elég, tehát nem is használjuk ki. Ismét csak egy rossz kép, mert ezt a diákomat kértem, nem volt, héten nem mentem Debrecenbe, és őt kértem meg, hogy a telefonjával fényképezze le ezt az új gépet, amit írtam most, amit 3 hete kaptunk meg. Ezt azért kaptuk, mert ezzel együtt kaptuk ezt a szekvenátort, a Illumina szekvenátort is. És ez elindult, múlt héten, hétfőn indult el az első futás, ami egy vírus szekvenciának a szekvenását, ami gyárilag adtak hozzá, az lement péntekig, és 400 gigabyte adatot átnyomott. Itt ideírtam, hogy 1 gigabit, tehát itt a kettő közötti kapcsolat, egy közvetlen madzag megy a szekvenálógépből a szerverbe, az ugyanaz, mint ami ugye az egész Gödöllői Kutatóintézetnek a sávszélessége. Tehát az átnyomott akkor 500 gigát, és pénteken, múlt héten pénteken elkezdték a már egy rendes, igazi éles szekvenálást, és az körülbelül olyan 1,2 terabájt mennyiségű adatot fog átnyomni, 11 napig tart ez a 200 bázispárnak a szekvenálását. Mit jelent ez? Tehát azt jelenti, hogy informatikai szempontból komoly kihívásokat jelent. Egyébként én láttam ilyen előadásokat, ahol ezeket a facilitásokat, akik szekvenálnak, azok beszéltek arról, hogy hogyan kell egy ilyen facilitást csinálni, és igazából azt mondták, hogy a legnagyobb probléma sokszor ez a kapcsolat. És itt bekereteztem, nem tudom mennyire lehet elolvasni, ez egy árajánlat egy cégtől, aki szekvenál, és ők azt mondják, hogy megszekvenálnak nekünk valamit, és akkor az adatot azt nem, ugye úgy gondolnánk, hogy letöltjük az interneten keresztül, mert ugye így szokott lenni, nem, hanem egy merev lemezt adnak, és a merev lemezt föladják postára, és úgy kapjuk meg az adatot, tehát igazából kicsit visszafele megyünk. Most azt várjuk, hogy kicsit a hálózati technológia is fejlődjön. Most ezekből az előző adatokból biztos több mindenkinek eszébe jutott egy törvény, ez a bizonyos Moore törvény. Ugye ő volt az Intelnek az egyik alapítója, és ő mondta azt, hogy az egy processzorra integrált tranzisztorok száma megduplázódik másfél évente, vagy nem tudom, mi volt az eredeti. Látszott, hogy ez tényleg ez így működött. Most a ő tiszteletére, itt szó volt az Ion Torrentről, az Ion Torrenttel az ő genomját is megszekvenálták, tehát most már ő se kerülhette ezt el. Ugyanis az Ion Torrent technológia, mint hallottuk, ez egy teljesen egy chip, tehát a chip gyárakba készítik ehhez azt a chipet, amivel szekvenálnak. Tehát pont ugyanúgy néz ki, mint ami a komputerben van chip. Mi az a genomika? Itt ez a kettes azért van, mert körülbelül egy 50 diát kiszedtem abból, amit akartam mondani, de félek, hogy így is kicsit hosszú lesz, de majd igyekszem azért sietni. Tehát beszélünk egyrészt genomikáról, és beszélünk funkcionális genomikáról. A genomikát az a genommal foglalkozik, a genom meg a öröklődő információ bennünk, meg az élőlényekbe, ami lehet magi DNS, mitokondriális DNS, vagy kloroplasztis DNS is. És a genomika az amikor a teljes ilyen öröklődő információ nem egy kiragadott kis szakaszával, hanem a teljessel foglalkozunk valamilyen szinten. A funkcionális genomika pedig az, amikor a genomnak valami funkcióját nézzük genomszinten, tehát nem egy enzimnek, tehát azt nézzük, hogy hány darab van abból az enzimből, hanem az összes enzimből megnézzük, hogy hány darab van, vagy abból a messengeresből, ami kódolja azt az enzimet. Tehát ez körülbelül a genom. Igen, itt is az átfedés, ugye, mert most kezdek el beszélni az új generációsról, és akkor tulajdonképpen ez volt az első publikáció ugye 2005-ben, ami a
genomszekvenálásról, vagy új generációs szekvenálásról. Mi is ez a új generációs szekvenálás? Itt szeretnék mutatni egy ábrát, ez egy úgynevezett genomböngésző, ez olyan, mint az internet böngésző, csak nem az internetet, hanem a genomot böngészük. Ilyennel lehet böngészni a Watsonnak is a genomját, tehát így meg lehet nézni. Itt van ilyen bázispár szinten, nyilván nem nagyon lehet látni. Itt ez a kék vonal, ez egy gént jelent, a génnek az elejét jelenti, tehát itt elindul a gén. Itt van neki egy úgynevezett ötvesző nem transzálladó részlet, amiből nem íródik át fehérje, itt meg elkezdődik a fehérje egy möbetűvel, ami már biztos vagyok, hogy abszolút nem látszik, legalábbis én nem látom. Tehát ez a génnek a szekvenciája, vagy úgymond a referencia, a genomszekvencia, ami nem egy valakinek a szekvenciája, hanem több valakinek a átlagos szekvenciája. És a szekvenálás azt jelenti, hogy ezek a rövid readek, ami jelen esetben, hogy szerintem 50 bázispár hosszú, ezeket ráillesztjük erre a genomra. Ez az illesztés, ez egy érdekes dolog, tehát ez nem olyan, hogy Word-be keresek egy szóra, és akkor, hogyha ugyanazt a szót megtalálja, akkor ugye megtalálja, hanem az illesztés, ez egy hasonlóságkeresés, ez egy hasonlóságkeresési algoritmus, amivel ráadásul, mivel nagyon sokat hasonlítunk össze, nagyon sokkal ilyen heurisztikákat kell, egyszerűsítéseket kell alkalmazni a bioinformatikusoknak, hogy ez gyorsan menjen. És az is látható itt, hogy itt vannak ezek a readek, mindegyik ilyen piros vonal egy-egy read, az a különbség a piros és a kék között, hogy az egyik az egyik irányba megy, tehát a DNS-nek az egyik szálához, a másik meg a másik szálához illeszkedik. Tehát a maga a szekvencia mind a kettőnél teljesen különböző. Tehát egyik az egyik irányba, másik a másik irányba, és hát itt annyira nem látszik, itt van két ilyen betű, a két A betű, ami azt jelenti, hogy itt nem tudom, G van, itt meg A, tehát azt jelenti, hogy vannak különbségek sokszor. A különbségek lehetnek szekvenálási hibák, mert hiba mindig van, de a különbség lehet valódi különbség is, polimorfizmus, ami jelen esetben, hogyha ez így igaz, akkor ez azt jelenti, hogy heterozigóta az adott polimorfizmusáról, az, aki itt egérről van szó egyébként, ez egérszekvencia, nem emberszekvencia, tehát az egér anyukájától kapta egy olyan kromoszomát, ahol ebbe a pontba A betű van, az apukájától mondjuk meg olyat, amiben G vagy fordítva. Tehát bennünk is nagyon sok ilyen különbség van, ugye két kromoszomát kapunk a két szülőnktől, a két kromoszoma között ilyen SMP szinten legalább annyi különbség van, mint amennyit említett az Anikó ugye a Watson genomnál. A következő kérdés, hogy ugye szó volt arról, hogy itt valamit megszekvenálunk, és akkor össze kell rakni abból egy ilyen ideálisan ugye annyi darabot, ahány kromoszóma van. Ehhez a bioinformatikusok programot fejlesztenek, algoritmusokat implementálnak, matematikai algoritmusokat. Itt csak egy ilyen felsorás van, hogy hány ilyen szabadon elérhető, gyakorlatilag ingyenes program van, amit különböző csoportok, bioinformatikusok fejlesztettek, ami arra jó, hogy így összerakjunk egy genomot. Itt látszik, hogy azt mondja, hogy 20-25-szörös lefedettség kell, egyébként hát inkább több kell, az csak egy ilyen nagyon minimális követelmény. Milyen kihívások vannak ebbe? Tehát nyilván a genomméret az egy kihívás. Minél nagyobb a genom, annál nehezebb összerakni. Azt lehet mondani, hogy nagyon széles a skála, a vírusoktól, baktériumoktól kezdve, például most ugye mezőgazdasági biotechnológiai kutatóközpontban dolgozok, fölmerült, hogy a makói hagyma nemesítés kéne segíteni genomikai úton, csak hát ennek a szerencsétlen hagymának ötször akkora a genomja, mint a miénk, tehát mint az emberé, ami nem azt jelenti, hogy ötször okosabb nálunk, hanem egyszer azt jelenti, hogy ötször nagyobb kihívás, és nem is ötször, mert nem lineárisan emelkedik a nehézségi foka ennek, hanem sokkal, sokkal nehezebb ez. Tehát ez nyilván nagy kihívás. Azt el lehet mondani, hogy az emlősöknek viszonylag állandóan ez a 2,73 milliárd bázispár
a genom hosszúságuk, tehát az embernek, a majomnak vagy a szarvasmarhának körülbelül ugyanakkora. A ploiditás az is inkább a növényeknél okoz gondot, a burgonya tetraploid, a búza hexaploid, de például most hallottam egy svájci barátom, aki Lausanne-ban dolgozik, azt mondta, hogy van egy tölgyfa ott náluk az egyetemen, amit még a Napóleon ültetett, és hogy ők most egy olyan projektet terveznek, hogy ott van az a több mint 200 éves tölgyfa, és ugye az, amikor elültették, akkor elágazott a két ága. És azt szeretnék megnézni, hogy a két ágának a végét megszekvenálják, és azt megnézni, hogy a 200 év alatt a két testvér ágba mekkora a genetikai különbség keletkezett. Azt mondja, nagyon szeretné ezt megcsinálni, csak ez a tölgyfa is hexaploid, a fa ne vigye el, tehát nem, egyszerűen bioinformatikailag még túl nehéz falat, de szerintem előbb-utóbb ez meg lesz. Tehát ez a ploiditás, a bázis összetétel nagyon komoly probléma, ezeket a szekvenátorokat egy ilyen átlagos bázis, tehát a bázis összetétel ugye G plusz C tartalom, mert ugyanannyi a G meg a C, mert egymással szemben vannak, ugye, tehát ezt nézzük így, tehát az AT vagy a GC tartalmat nézzük, és egy ilyen átlagos tartalomra optimalizálták ezeket a szekvenátorokat. A baktériumoknál, gombáknál vannak extrémitások, de a növényeknél is, amikor sokkal kisebb a GC tartalom, vagy sokkal nagyobb, az sokkal nehezebb megszekvenálni, tehát sokkal több hiba lesz a szekvenálásban. És akkor hát ezek a különböző repetitív ismétlődő szakaszok, duplikációk, meg hát eleve, hogy hogyan lehet. Na most igen, ez is elhangzott, hogy minél rövidebb ez a read, a leolvasott szekvencia, ugye annál nehezebb, de hát itt kicsit ellent kell mondanom Anikónak, mert én azt hallom, hogy azért ezzel a 100 bázispárral most már tömegével tudják csinálni, és itt a kínaiakat említem ismét, mert az első ilyen kis ridekből összerakott genom az a panda genom volt. Az óriás panda genomját szekvenálták meg a kínaiak, és rakták össze de novo azért, hogy demonstrálják, hogy milyen jók, és egyébként az egyik program, ez a SOAP de novo, ami az előbb fönn volt, ők azt is a kínaiak fejlesztik. Hát ugye hogyan lehet segíteni az, hogy mégis rövidebb ridekkel is összetudjuk? Hát ez a legelterjedtebb módszer, amit most már mindegyik technológia alkalmaz, ez azt jelenti, hogy ez a szekvencia, ez már elhangzott, hogy ezt föltördeljük kisebb darabokra valamilyen módszerrel, például ultrahanggal kezeljük, vagy enzimekkel emésztjük, és utána ezeknek a kisebb daraboknak mind a két végét megszekvenáljuk. Ez óriási segítség a bioinformatikusoknak, mert hogyha tegyük föl, itt egy ilyen repetitív szekvencia, amiből van 10 000 a genomba, akkor ugye azt jelenti, hogy ez a darab, ez 10 000 helyre is oda mehet, és nem tudjuk, hogy a 10 000-ből melyikből származik. Ellenben tudjuk, hogy itt a párja, és ez már nem egy repetitív szekvenciára esik, akkor mégis ezt is ide tudjuk illeszteni. Tehát technikailag, bioinformatikailag ez óriási előnyt jelent, hogy léteznek ezek a technológiák. A genom összerakás hogyan történik bioinformatikailag? Én több helyről hallottam, én még személy szerint ilyet nem csináltam, de rövidesen fogok csinálni, de konferenciákon jártam és beszélgettem. Azt mondják, hogy a legjobb megoldás, amit használnak, az az, hogy kevert szekvenálást használnak. A Roche 454-nek a hosszabb rídjeit azok arra jók, hogy átíveljenek olyan szakaszokat, amiket nem olyan könnyű megszekvenálni. Ugyanakkor például az Illumina vagy a Solid módszer pedig arra jó, hogy tömegesen szekvenál nagy lefedettséggel. Ezért azt csinálják, és több helyről hallottam, hogy ez a legjobb módszer, hogy fogják a Illuminával a tömegesen 50-szeres, 80-szoros lefedettséggel megszekvenált rideket, és azt egy programnak odaadják, és azt mondják a programnak, hogy ebből rakd össze a genomot. Most ő valamit össze fog rakni, ami nem lesz jó, tehát
mondjuk nem 24 kromoszómát kap, hanem kap mondjuk 5000 darab valamit. És akkor azt csinálják, hogy ezt az 5000 darab valamit, ezt földarabolják ilyen 400 vagy 800 bázispáros darabokra, mekkorák a rossnak a szekvenciái, és azt összekeverik a rossal, és utána ismét azt mondják, hogy rakd össze, és ennek a végeredménye utána már jobb lesz. Tehát ez volt a de novo, de szerintem tehát nagyon nagy jelentősége van annak is nyilván. Bocsánat, azt hiszem, hogy kikapcsoltam a telefonomat, mert kocsiba jöttem. Tehát a kínaiak, még ismét csak, mert azért tudom, mert most beszélgettem velük, meg itt Magyarországon fognak ennek a genom központ, a kínai genom központ a közép-európai régióért felelős labort, vagy irodát, még nem lehet tudni, itt akarnak Budapesten létesíteni, és ez ügyben tárgyaltunk velük. Azt mondják, hogy ők most 1 millió növény és állatfajt akarnak megszekvenálni de novo, és 1 millió humán genomot rövidesen. Dániában most indítottak egy projektet, mert ott is van egy irodájuk, hogy 50 000 dán genomot fognak megszekvenálni 1-2 éven belül, de inkább lehet, hogy 1 éven belül. Szóval ilyen nagyságrendekben. Tehát egyrészt van a de novo, amikor kitalálja valaki, hogy a karcárnyú delfint megszekvenálja, mert az milyen érdekes lehet. Tehát alapkutatási szempontból nagyon érdekesek ezek, de ugyanakkor gyakorlati hasznuk is lehet, és számtalan növény, meg állat, meg minden. Ez a de novo, az újra szekvenálás, meg az, amikor már ismert a szekvencia, tehát a humán szekvenálás például, vagy egereket, vagy akármit így szekvenálunk. Ehhez ugye a referencia genom szekvenciát már ismerni kell, és ehhez illesztjük hozzá az ismert szekvenciákat. Ilyet egyre többet csinálnak, ugye voltak már számok, hogy mennyi volt 2007, mennyi van most, nem is tudjuk igazából, hogy mennyi, mondom, hogy a kínaiak naponta 50-et, tehát megszekvenálnak, tehát nem lehet tudni, hogy hány humán genom van már megszekvenálva, de elindult ez a folyamat, és természetesen ennek része az is, hogy, és mindig ez, hogy ugye a 454 megszekvenálta a James Watson genomját, az Illumina meg megszekvenálta a Glenn Close-nak, tehát a celebritások is ugye ebbe belekerültek, de megszekvenálták a Desmond Tutu püspöknek is a genomját, és nyilvánvaló, hogy az Obama elnöknek is ismert már a genom szekvenciája, én nagy tételben mernék fogadni rá, hogy az volt az első, hogy ezt megnézték, hogy nincs-e valami betegség kockázata, vagy valami, ezt nyilván tudják. Tehát ma már egy humán genom megszekvenálása 1-2 millió forintból megoldható. Tehát valószínű az amerikai elnöki hivatalnak van ennyi pénze erre. Tehát ez csak ilyen figyelemfelkeltés a sajtó számára, hogy kiválasztanak egy celebritást, még akkor is, hogyha ő azt mondja, hogy volt a családjában ilyen bipoláris betegség, és hogy akkor hát, ha jobban meg tudják ezt érteni ebből a szekvenciából, de ez mindenképpen a sajtó számára történt, de sokkal fontosabb okokból is szekvenálnak. Itt egy kutatóról van szó, aki ebből a nehéz nevű betegségben szenved, és az ő genomját azért szekvenálták meg, hogy megtalálják, hogy mi okozza ezt a betegséget, ami öröklődik. Ugye ami betegség öröklődik, már pedig általában a fertőző betegségeken kívül a legtöbb betegség valamilyen szinten öröklődik, vagy a hajlam öröklődik, akkor a genetikai oka van, magyarul megszekvenáljuk azt a genomot, akkor, hogyha ügyes bioinformatikusok vagyunk, akkor megtaláljuk, hogy na, ez az oka. Ebben az esetben megtalálták, hogy mi az oka, ettől még nem tudják meggyógyítani, ellenben a gyógyszerkutatók már célzottan tudnak arra az egy fehérjére keresni gyógyszereket, amelyek arra hatnak. Fontos szerepe van, ugye elhangzott, hogy a rák genomokat kutatják, de ennek diagnosztikai szerepe is lesz. Erre szeretnék bemutatni egy példát. Ismert, hogy amikor rákos sejtek elszaporodnak, akkor történnek ilyen genom átrendeződések. Itt az ábra sematikusan azt mutatja, hogy van egy kromoszóma,
és ennek a kromoszómának a végére egy másik kromoszóma egy darabja ugrott át, és került oda. Tehát ez van a rákos sejtekben, abban ilyen van. Ilyen hibrid kromoszóma van. Most, hogyha ezt fogják, és megszekvenálják, tehát azt csinálják, hogy megszekvenálják egy rákos sejtet, meg egy nem rákos sejtet is, és a kettőt összehasonlítják, akkor fognak találni, ugye ezt mondtam, ez a perden szekvenálás, amikor a két végét szekvenálják meg egy fragmentnek, fognak találni egy olyat, ami átível egy ilyet. Tehát ez a rész, ez ilyen szürke, ez meg a piros, tehát egy másik kromoszómához illeszkedik. Megtalálják, hogy ez hol van. Ezek után tudnak tervezni egy olyan PCR, polimeráz láncreakciós kitet gyakorlatilag, amivel nagyon olcsón, tehát tényleg fillérekért, a vérből, ha csak egy-két rákos sejt van a vérben, azt ki tudják mutatni, mert megtalálják ezt a törést. És akkor itt azt mutatja, hogy itt volt egy beteg, akinek nézték a vérébe, és akkor látszik, hogy elkezdett emelkedni, akkor itt valami ez vastag belet, kivettek egy darabot, akkor csökkent, majd utána ismét elindult, itt kemoterápiát kapott, és hát sajnos a végén meghalt a beteg. De nem csak a humán gyógyászatban lehet ezt alkalmazni, hanem a mezőgazdaságban is érdekes dolgokat lehet kideríteni. Hát itt a tyúknak a példája. Tehát a csirke, a csirke genom szekvenciát is ugye meghatározták, és a svéd kutatók azt csinálták, hogy fogtak négy hús csirkét, és a vad, amiből kialakult, tehát ami még ez a dzsungel tyúk, amiből háziasították a csirkét, és meghatározták ezeknek a szekvenciáját. A lényeg az, hogy találtak egy mutációt, amikor egy glicin helyett egy arginin, ha jól látom, van a szekvenciában, egy bizonyos fehérje, ez a tiroid stimuláló hormon receptor, és ebben van egy mutáció, ami csak a háziasított csirkékben van meg. Az összes többi emlősben, halba, madárba nincs ez a mutáció. Tehát ez csak a háziasított tyúkokra jellemző, és azt mondják a kutatók, hogy ez az egy mutáció azt okozhatja, mert ez egy olyan helyen van a fehérjén, tehát ami úgy befolyásolja a funkcióját, hogy a tyúk az, és a tyúkról van most már szó, az képes több mint egyszer tojást tojni egy évben. Tehát ez volt az a genetikai esemény, egy darab kis pici mutáció, ami alkalmassá tette arra, hogy többször tojon egy évbe, és nyilván aki ezt észrevette ott a dzsungelben, akkor ez megörült neki, mert a szomszédnak egy évben csak egy tojása volt neki, meg egy évben volt 20 tojása, vagy 10, vagy nem tudom mennyi. Tehát az összehasonlító genomikával ilyeneket is föl lehet deríteni. Már hallottunk a mamut szekvenciáról, meg a neandervölgyi szekvenciáról, akkor itt most én beszélnék erről a Inuk Grönlandon talált múmiát szekvenáltak meg dán kutatók. Úgy szekvenálták meg, ugye nem volt jó minta, mert ott a mocsárba volt, vagy valami, tehát nem tudtak honnan DNS-t hanem izolálni, a hajából izoláltak DNS-t, kifejlesztettek egy új módszert, na nem úgy, mint a helyszínelők, hogy a hajhagymából, hanem magából a hajból ki tudják vonni most már a DNS-t, ezek a dán kutatók, és ők annyira megörültek, hogy ez a dán kutató, ez nagy indián barát volt, nagyon tetszettek neki az indián történetek, és ez elhatározta, hogy az ülőbikának megszekvenálja a genomját, ugyanis az ülőbikát, amikor megölték, akkor eltemették, de azt elvitték, szóval nem lehet tudni, hogy melyik az ő csontja. Ellenben a varkocsát azt levágták, és azt egy múzeumban ott van, és tehát a haja megvan, az az egyetlen autentikus ülőbika dolog a haja, és akkor most a haját megszekvenálják, ami nem csak az érdekes, ugye, hogy mert ez az ő kedvence, hanem az egy autentikus indián, tehát valószínűleg még nem keveredett európaiakkal, tehát abból
lehet információkat nyerni arról, hogy milyen európai vagy ázsiai népeknek rokonai az indiánok. Szó volt már a metagenomikáról is. Elhangzott a Celera cégnek a neve, akik ugye párhuzamosan szekvenálták a humán genomot. Ennek a cégnek a vezetője egy Craig Venter nevű ilyen extravagáns kutató. Az ő saját genomját is megszekvenálta, tehát ő ilyenekre nem. De nagyon jó ötletei vannak egyébként, és nagyon fontos szerepe volt a biológiában. És az egyik ilyen ötlete volt az, hogy összekötötte a kellemest a hasznossal, egy ilyen havai hajókirándulást szervezett Hawaii környékén, azzal kiegészítve, hogy néha belemerítették a vödröt a vízbe, és mintát vettek, majd ezt lecentrifugálták, és ami a tengervízbe volt baktérium, moszat, minden, azt így összekeverték, és elkezdték megszekvenálni. Tehát az a lényege, hogy nem úgy szekvenáltunk, mert mi mindig úgy szekvenáltunk előtte, és erre senki se gondolt, hogy így is lehet, hogy van egy ilyen kevert baktériumtenyészet, és abból kiveszünk egy darabot, egy klont, ami egy darabból indul ki, ugye szétszélesztjük, és egy darabból indul ki, és csak azt az egy darabot kezdjük el szekvenálni. Ő azt mondta, hogy most olyan jó a bioinformatika, hogy nem kezd el foglalkozni, az egészet keverjük össze, és szekvenáljuk meg, és az lett az eredménye, hogy millió számra találnak új géneket. Tehát és azt mondják, hogy a biodiverzitás, amit ott a tengerben tapasztaltak, az sokkal nagyobb, mint amit eddig elképzeltünk. És hát nyilvánvalóan, mint elhangzott, ennek komoly gyógyászati vonatkozásai van. Ma már azt mondják, hogy ugyanúgy, mint az új lenyomatunk, ugyanúgy a bélflóránk is egyedi mindenkinek, a bőrünkön levő flóra is egyedi, más annak, aki természetes úton született, más annak, aki ugye császármetszése, mert aki természetes úton született, az a szülőcsatornán átmenve az anyjától könnyebben örökli annak a flóráját. Tehát más annak, aki elhízott, meg más annak, aki nem hízott el, szóval ezt most nagyon intenzíven kutatják, és nagyon érdekes, nagyon fontos felfedezések. Ugye annyit már lehet látni, hogy naponta hirdetik ezeket az élőflórás joghurtokat. Ez nyilván összefügg azért ezekkel a kutatásokkal. És akkor végül néhány szóban szeretnék mondani, vagyis hát megmutatni, vagy fölvillantani, mert ezek már ilyen nehezebb technikák, vagy nehezebb megérteni, de ezek a funkcionális genomikai technikák, amik a biológiai kutatás, a molekuláris biológiai kutatásokat gyakorlatilag forradalmasítják, és a lényegük mindegyiknek az, hogy egy olyan módszert alkalmaznak, amivel egyszerre nem egy gént tudunk vizsgálni, hanem egyszerre az összes gént tudjuk vizsgálni, vagy az összes valamit a genomban. És mindegyik valahogy abból áll, hogy a DNS vagy az RNS földaraboljuk kisebb darabokra, és azokat szekvenáljuk, és utána ezeket illesztjük a referencia genomhoz. Tehát ezek új technikák, amelyik mindegyik arról szól, hogy nagyon sok kis DNS szekvenálunk és illesztjük a genomhoz. Itt csak szeretném mutatni, hogy milyen programokkal illesztjük a genomhoz. Ilyen például ez a Burroughs-Wheeler illesztő program, tehát ez egy algoritmusról kapta a nevét. Minden ilyen illesztés arról szól, hogy vagy a genomot, vagy amiket mi szekvenálunk, indexelni kell, mert tehát hogyha ilyen parasztmódszerrel kezdenénk el a dolgot, hogy fogjuk a sok millió ilyen szekvenciából az elsőt, és megkeressük, hogy hová illeszkedik a genomra, majd utána a másodikat, azt is megkeressük, akkor több hétig tartana egy ilyen. Ellenben, hogyha alkalmaznak egy ilyen heurisztikus algoritmust, akkor egy-két óra alatt, vagy most már kevesebb, mint egy óra alatt lefut egy ilyen keresés. Tehát ezért kell ilyeneket alkalmazni. És itt csak mutatnám, hogy hogyan dolgozik a bioinformatikus. Így dolgozik a bioinformatikus, hogy ilyen kis skripteket ír, és parancsorba dolgozik. Tehát Unix operációs rendszer alatt dolgozunk, és hát így írunk nem programokat, én legalábbis nem annyira programokat írok, hanem csak kis skripteket, amelyek arra valók, hogy a megfelelő feladatokat megfelelő gyorsaságban elvégezzék, és ne egyenként kelljen csinálni.
az első dolog az illesztés, amikor ezt a sok millió kis darabot rá kell a genomra raknunk, annak az eredménye egy ilyen fájl lesz. Itt mindegyik sor egy-egy ilyen szekvencia a sok millióból, és akkor itt van maga a szekvencia, és akkor itt látszik, hogy ez egy olyan szekvencia az első, amit nem tudtunk a genomhoz illeszteni. Vagy azért, mert ez hibás az a szekvencia, vagy azért, mert annyiba különbözünk attól a genomtól, annyiba különbözik ez a minta attól a genomtól, amihez illeszteni akarjuk. De itt van egy olyan, amit tudtunk illeszteni, ez azt mutatja, hogy a 14-es kromoszómához illeszkedik a 1-2-3, a 27 millió 2726. pozícióban. Tehát így gyakorlatilag minden egyes ilyen több millió ilyen readről, szekvenciáról, ez 33 bázispár hosszú, meg lehet mondani, hogy a genomban melyik pozícióra illeszkedik. Még csak néhány példa, hogy más algoritmusokat is használunk. Ez például egy olyan algoritmus, amikor így a genomra illesztünk ilyen szekvenciákat, és azokat a régiókat keresjük, ahová több ilyen szekvencia illeszkedik. Tehát nem egyenletes az eloszlása, azt hívjuk ilyen csúcsoknak vagy píkeknek, és akkor ez egy ilyen programot mutat, ami ilyen píkeket keres. Tehát egy számítógépes algoritmus, ami végigmegy az adatokon, és megmondja a végén, hogy itt, meg itt, meg itt volt csúcs. Tehát mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan néz ki egy ilyen csúcs. Tehát ez a vonalkódolás, erről is volt szó, amikor azt csináljuk, hogy a szekvencia elején van itt ebben az esetben egy 7 bázispáros kis darab, és akkor összekeverve megszekvenáljuk, mert ugye látjuk, hogy ilyen 150 millió vagy milliárd, 150 milliárd darabot is egyszerre le tud olvasni, és nekem meg csak 8 millióra van szükségem, akkor nem érdemes azért a 8 millióért az egész 150-et futtatni, hanem összekeverik a mintákat, és ezzel a vonalkódos rendszerrel erre is vannak programok, ami széjjel lehet válogatni ezeket. És az eredménye ismét csak egy ilyen genomböngésző, itt láthatók ezek a csúcsok. Ezek a csúcsok, amikor bizonyos pontokon több szekvenciát olvasunk le, mint más pontokon, vagy van, ahol nem olvasunk le semmit, és az előbb látott programnak a futásának az eredménye az, hogy ő kijelöli, hogy hol vannak ilyen píkek, tehát oda rak egy vonalat, és természetesen ezeket különböző formátumokba, különböző képen rakjuk. Akkor még egy példát szeretnék mutatni, amikor azt csináljuk, hogy amikor kapunk ilyen csúcsokat, majd azt mondjuk a számítógépnek, hogy keresse meg ezekben a csúcsokban, mondjuk ezek 200 bázispár hosszú darabok, és van 4000 ilyen 200 bázispár hosszú darabom a genomban, tehát 4000 darab, 4000-szer 200 bázispár, és azt mondom a programnak, hogy keresse meg, mely az a mondjuk 13 bázispár hosszú szekvencia ezekben a 4000 darab 200 bázispárosba, ami gyakoribb, mint a háttér. Tehát ezt a számítógépes feladatot adom a programnak, és a program ilyeneket fog találni. Itt nyilván minél magasabb egy betű, annál gyakoribb abba a pozícióba az a betű. És egyébként ez annyira jól működik, hogy így ráeresztjük a programot mindenféle a priori ismeret nélkül. Csak azt mondjuk, hogy itt van ennyi szekvencia, és mondd meg, hogy melyik, akkor kapunk egy ilyet, és hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, amit a kutatók több év alatt pipettázva megtaláltak, hogy mi az a motívum, akkor teljesen egyezni fog a motívummal. Tehát fantasztikus módon működnek ezek a rendszerek, és iszonyú mennyiségű új információt adnak a kezünkben. Itt egy másik ilyen, amikor azt csináljuk, ugye, hogy van mondjuk 22.000 génünk, és akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezek a píkek, ezek a vonalak, ezek a helyi felszaporulások a génekhez képest hol helyezkednek el. És akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gén előtt, a génben, a gén után, intronban, exonban, a gén előtt kicsivel, a gén előtt nagyon. Ez mindnek más a biológiai jelentősége, és erre is vannak ilyen programok, amelyeket lefuttatunk, és akkor kapunk egy ilyen listát, ami megmondja, hogy hány százaléka van a három vesző UTR-ben, meg a máshol, meg a öt vesző, meg az exon, meg mindenhol.
akkor olyat is lehet csinálni, hogy csinálunk több külön ilyen kísérletet. Nem egyet csinálunk, ugye, meg csinálunk párhuzamosakat, meg több mintát, tehát egy kezeltből, meg egy nem kezeltből, vagy időben valakit kezelünk valamivel, és akkor a nulladik időpontban 1 óra, 6 óra, stb. Veszünk mintákat. Mindegyikkel csinálunk egy ilyen új generációs szekvenálásos vizsgálatot, és kapunk mindegyikbe valahány ilyen píket, ilyen csúcsot, és akkor azt hasonlítjuk össze, hogy a különböző kezelések hatására mennyire fednek át ezek a csúcsok. Tehát azt is ilyen Venn diagramot tudunk ebből csinálni, és utána nyilván ennek a háromnak a metszetét megnézhetjük, és akkor csak azt vizsgálhatjuk tovább, csak azokat, amik oda estek, és akkor, hogyha azokba keresünk motivumot, akkor lehet, hogy más motivumot fogunk találni. Tehát ilyen vizsgálatokat lehet elvégezni, és végül, mert ugye ezekről nem beszéltem, ezek a legújabb ilyen technológiák részletesen, a lényege az, hogy ez a három technológia három különböző valamit mér. Ellenben, hogyha az ember összehasonlítja ezt a hármat, ez itt ez a GrowSeq, és akkor itt van a ChipSeq, itt pedig az RNA-Seq, tehát három különböző ilyen, ez a Seq, ez mindegyikben azt jelenti, hogy új generációs szekvenálással kis fragmentumokat határozunk meg. A három valami elképesztő módon ugyanazokat az eredményeket mutatja, és teljesen új felfedezések, egyébként az utóbbi egy-két évben is olyan felfedezések vannak, ami a feleségem biológia, kémia szakos tanár, és akkor mondom neki, hogy két irányba indul el a transzkripció a promóterbe, és azt mondja, hát ő nem ezt tanítja. Hát igen, nagyon sok ilyen van, tehát igazából most kezdjük látni, hogy sokkal bonyolultabb a genomunk, sokkal bonyolultabb, ugye, mert amit itt látunk, ez az úgynevezett génszabályozás, ez mondja meg, hogy egy adott gén, mondjuk egy izomfehérje, az csak az izomba termelődjön, az agyukba ne termelődjön, mert ott is termelődne, akkor baj lenne. Tehát, igen, tehát az, hogy egy ilyen gén hol legyen aktív, az ez a régió, és itt, ami látszik, ez a kis valami, ez mondja meg, hogy akkor most abban az időpillanatban, abban a sejtben ez most aktív legyen, vagy nem. Tehát ezért csináljuk ezeket a vizsgálatokat, ezeket keressük, meg itt ezeket, ezek mondják meg nekünk, hogy mi hogyan működik a genomba. Szóval a lényeg az, hogy már 2001-ben ugye azt publikálták, hogy a humán genom kész, de igazából most 10 év után is, én akkor azt hittem, hogy hát mi bioinformatikus már nem lesz sok dolgom, mert most kész, ugye, megismertük a humán genomot, és akkor ennyi. Tehát gyakorlatilag mindent tudunk, akkor mehetek, keresetek valami más munkát. Hát úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet, mert az derült ki ez alatt a 10 év alatt, és ez egyre gyorsuló ütemben ez derül ki, hogy sokkal, de sokkal bonyolultabb a működésünk, a sejtműködésünk, a genomműködésünk, mint amit elképzeltünk, és hát remélem még a nyugdíj ki fog tartani. Bár egyre később megyünk ugye nyugdíjba, de nagyon bízom benne, hogy addig még tudok mit csinálni. Most jelenleg úgy látom, hogy talán így lesz. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha bárkinek bármi kérdése van, akkor szívesen. Szárnál is többszörös, meg én még a cickafalkot tudtam a tőle.
biztosítási probléma és a garancia arra, hogy az eredeti találjuk meg, hogy ez hogy prezentál? Hát a ploiditásról, tehát többféle ploiditás van. Egyrészt ugye van az, amikor tényleg 6 kromoszoma van benne. Annak, hogy az mikor történik, úgy hiszem, azt genetikailag elég jól tudják követni. Amiről konkrétabb információ is, amit így kutattak, az a növényeknél a modell állat, az a Arabidopsis thaliana, ami egy keresztes virágú növény, azért, mert viszonylag kicsi genomja van, és arra fejlesztettek ki olyan molekuláris biológiai technológiákat, hogy lehetett szövet tenyészteni, klónozni, transformálni könnyen, tehát így volt, és az Arabidopsis thalianáról is kiderült, hogy legalább 2 genomduplikáció történt. Most itt ez ugye azt jelenti, hogy a genomduplikáció, hogy van X számú kromoszóma, és az abból lesz 2X, mert valahogy egyben marad egy osztódás után, vagy ennek van valami mechanizmusa. És ezt vizsgálták, mert az Arabidopsisban is, meg egyébként a csontos halakban is pont ugyanez történt. A csontos halakban is pont ugyanez történt. Ilyenkor az történik, hogy lesz 2-szer annyi kromoszóma, majd azok elkezdenek töredezni, letörik egy innen, átmegy oda, letörik egy onnan, átmegy, akkor nagyon kicsi marad, akkor az eliminálódik. Tehát a végén nem 2x lesz, hanem 2x-10 a kromoszóma szám, ellenben ugye minden gén egyszer megduplikálódik, tehát minden génből 2 darab lesz. És akkor a genetikai módszerekkel, ilyen evolúció filogenetikai módszerekkel azt meg tudják nézni, hogy ezekből a párokból, ugye amikor a kettő elvált egymástól, onnantól kezdve a kettőbe külön-külön akkumulálódnak mutációk. És akkor azt tudják számolni, hogy ebbe ennyi keletkezett, ebbe ennyi, és akkor ezt kalibrálják az úgynevezett evolúciós órához. Ugye beszélünk evolúciós órához, ami azt jelenti, hogy mennyi időközönként fordul elő egy mutáció bennünk. És akkor így nagyon pontosan meg tudták mondani, hogy mikor történhetett meg ez a duplikáció és ez a genomduplikáció. Hogy konkrétan a búza és burgonya ezeknél, pedig burgonyával dolgoztam, nem tudom megmondani, hogy mikor, de biztos vagyok benne, hogy köze van a nemesítéshez, tehát ez valamilyen szinte előnyösebb. Tehát nyilván mennyiségi jellegeknél hasznos lehet, hogyha több kópiában van egy adott gén. Ezt tudom mondani. És akkor mondtam, hogy azt akartam mondani az előbb, hogy a rövid távú memóriám az nulla. Mi volt a másik kérdés? A szennyeződés. Ja, igen. Hát nem tudom, aztán Anikó talán többet tud erről, hogy a régi minták mennyire szennyeződött. Igazából akkor, hogy egy különböző fajokat szekventálták, de ahogy a mamut humánai eset kontaminálódik, az nagyon könnyen tudjuk szűrni, mert akkor a szekventálatokat először mondjuk rá tesszük a humán gyermekre. És amire elpasszol a humán gyermekre, az kidobjuk. És utána csak a mamutból csináljuk az összeigetést. És pont emiatt van ez a nagy kérdője, amit a neandertali kapcsán beszéltünk, hogy keveredtünk, van egy neandertali lény vagy nincs, hogy ott egy kicsit nem szeretett a történet, mert ugye azon is fajjal, tehát vagy nagyon közel azon is fajjal kontaminálódik a vérünk, az kiszűrődően nagyon nincs. Hát nagyon megvannak ennek a módszerei, hogy ez hogyan vesznek ebből ugye mintát, tehát az igen, szóval vákumba tartják szinte meg minden, de így is az megszekvenált DNS-nek van 20-30%-a csak a neandervölgyi, vagy valami ilyesmire emlékszek, de a számokra sem emlékszem általában, hogy erre. Igen, hogy a mai embernél való szennyeződés veszélye is. Igen. Tehát nagyon nehéz a
akkor az beszennyeződik, mondjuk baktériummal, vagy ilyenekkel, akkor nyilván azt átépítettük a bacillusra, és akkor kiszedjük a problémát. De úgy hiszem, a neandervölgyinél azért eléggé olyan markereket találtak, ami elég egyértelműen bizonyítja, legalábbis engem meggyőztek. Engem is meggyőztek. Igen. Csak ugye korábban a SMP, korábban mitokondriumot vizsgáltak, a mitokondriumnak vannak olyan bizonyos szakaszai, DNS szakaszai, amely alapján ugye nézik a polimorfak, és vannak olyan markerek, meg Y-kromoszomán, és akkor az alapján azt mondták, hogy nem keveredtünk. Én szerintem a sima paraszti ésszel ugye több ezer évig itt együtt voltunk földrajzilag közel egymáshoz. Én elég elképzelhetetlennek tartom, hogy ne rabolták volna el a szabin nők, vagy a neandervölgyi nőket, vagy valami ilyen ne történt volna. Szóval biztos, hogy történt. Mondjuk ez a populáció genetika ilyen helyzetben azért elég nehéz, ugyanis itt populációkról beszélünk, tehát hogyha lehet, hogy egy populáció elrabolt és keveredett, de nem biztos, hogy mi abból a populációnak a utódjaiból szekvenálunk. Tehát ez azért ilyen nehéz dolog, de biztos vagyok benne, hogy egyre többet meg fognak szekvenálni ilyen régi mintát is, és egyre jobban kirajzolódik, hogy igazából mi történt. Azt már most is látjuk, hogy afrikaiakkal vagy az ausztrálokkal biztos, hogy nem keveredtek, csak ez az európai, bizonyos ázsiai népcsoportokkal, mert ugye a Afrikából a kivándorlás az több hullámban történt meg. Petőfi Sándor. Keresünk a csontokat? Igen. Hát lehet, hogy ezzel lehetne igazolni, hogy igen. Igen. De ez hogy történt? Tehát mondjuk egy humán beazonosítás. Tehát nem, ez egész egyszerűen úgy történik, hogy van benne, tehát összesen is... Igen. Igen. Tehát összesen ismerünk ma már 50 millió egy nukleotidos különbséget, ami találtak két embert, ami nem ugyanaz, mondjuk ez nagyon egyszerűsével nem két embert, hanem több embernél kellett, hogy ne ugyanaz legyen. Tehát van 50 millió ilyen, és vannak olyan szakaszok a DNS-be, amelyek például ilyen kis ismétlődések, hogy AC, 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 és akkor ez van 15-ször mondjuk. És akkor ilyennél például nagyon sokszor előfordul, hogy amikor mi se vagyunk tökéletesek, a enzimjeink, amikor dolgoznak, hibáznak egyet, és akkor a 15 AC-ből a másikba csak 14 lesz. Tehát ezeket hívjuk polimorfizmusnak, ami különbözik az egyik emberbe, meg a másik emberbe. Ugye az egész azzal van súlyosbítva, hogy lehetünk erre homozigóták, amikor azt jelenti, hogy mind az apukánktól, mind az anyukánktól ugyanazt a halét kapjuk, és lehetünk heterozigóták, amikor egyiktől A-t kapunk, a másiktól G-t kapunk. A bűnügyi, minek hívják ezt? Igazságügyi orvostanban ugye ilyen markereket néznek, amiket tudjuk, hogy nem egyet, hanem általában többet, és ugye megnézik a szülőt, és akkor azt meg lehet nézni, mert ugye egyik szülőtől csak a két kromoszomából csak az egyiket kaphatja az ember. Én most nem azt mondom, hogy van egy derékfilm. Igen. Bélalapot. Igen. És ott van egy hajszál, és utána benne a négyfilmosított. Akkor ott mit szekvenálnak? Vagy egyetlen szekvenálnak? Nem, hát tehát van ez az 50 millió különbség, és abból nekik van egy listájuk, hogy 100 különbség, ami egyértelműen... Nem, hát egy olyan, nem is tudom, 10-et vagy 20-at. Tehát az egész, a genetika az öröklés tan,
örökléstanról szól, tehát most már a betegségeket is úgy kutatják, az öröklődő betegségeket, hogy ilyen triókat szekvenálnak, tehát apuka, anyuka és a beteg gyerek. Tehát mert abból tudják megnézni, hogy kitől mit öröklött, és az melyik az a gén, ahol mondjuk, hogy egy recesszív jellegről van szó, ugye, ahol mind a két szülőtől a recesszív allélt örökölte, és akkor homozigóta lett rá, és akkor kifejlődik a betegség például. Tehát ez olyan genetika, ezek a genetikai példák, amiket a középiskolásoknak meg kell oldani, meg nekünk is meg kell oldani az egyetemen is sok ilyet, ezek nem véletlenül vannak. Most ezeket alkalmazzuk az életbe arra, hogy megtaláljuk, milyen okai vannak a betegségnek, vagy kiderüljön, hogy az ausztrál őslakosság az, amikor oda ment, akkor kikkel keveredett, vagy kikkel nem.